A Tamási Bringa sportrendezvénynek a kerékpározás népszerűsítése, ifjú tehetségek felkutatása volt idén is a célja. A gyerekek 6 fordulón keresztül bizonyíthattak különböző terepviszonyok mellett. Az biztos, hogy szabad idejüket hasznosan töltötték, kint a szabad levegőn. A legutolsó forduló alkalmával is voltak vidéki versenyzők. Komlóról jöttünk, Facebookon már régóta olvasgatjuk, meg már többször is akartunk jönni, de hol az idő, hol az időbeosztásunk nem tette lehetővé, meg én ugye versenyeztem itt 1000 éve. Úgyhogy most a fiamat is elhoztam, hogy ő is versenyezzen itt egyet. Nem ragaszkodom a kerékpározáshoz, mert valamit csinálni a sportoljon, mert ugye ez nyilván lelket is, meg a testet is edzi, de hogy mit, az nekem teljesen minden. Most a bringázást nagyon élvezi, amíg élvezi, addig hadd csinálja. Úgyhogy amit ő mond, hogy menjünk oda, megyünk. Úgyhogy ma reggel lehetett választani, hogy retrovonatozunk, vagy bicikli verseny, és nem volt kérdés, hogy bicikli versenyre jöttünk. Az, hogy van, tehát úgy, vannak dedikált gyerekversenyek. Így, hogy most már apa vagyok, így ez nekem nagyon sokat jelent. A hely az meg gyönyörű. 20 évvel ezelőttről így felsérelnek emlékek, hogy itt versenyeztünk mi is ezen a hegyen, de hogy nem emlékeztem, hogy ilyen gyönyörű ez a hely, úgyhogy jövünk máskor is, ez biztos. Jó volt nagyon, és megelőztem mindenkit, és minden jó volt, és harmadik lettem. Második. Nem előztem mindenkit, egy valakit nem előztem. Megelőztem, és második lettem. A fiatal versenyzők nem mindig tudták pontosan hányadikok is lettek. Számukra a fontos az volt, hogy tekerhessenek és jól érezzék magukat a versenypályán. Ha pedig aztán a dobogóra is felállhattak, az még nagyobb mosolyt varázsolt az arcukra. A kupa sorozatnak majd 2 évtizedes múltja van a városban. Hát a Tamási kupát most már 19. éve rendezik meg a Tamási Kerékpáros Alapítványa közösen. Ez egy többfordulós gyermek tehetségkutató versenysorozat. Az idejében 6 fordulót rendeztünk meg, és igyekszünk minden fordulót más helyszínen, más körülmények között megrendezni. Tehát itt volt helyszínünk a velodróm, a parkerdő, lakótelep, voltak ügyességi pályák, tehát mindenféle körülmények között ki tudták próbálni magukat a gyerekek. És úgy látszik, hogy a résztvevőknek tetszett ez a változatosság. A 6 fordulón összesen több mint 50 résztvevőt tudtunk regisztrálni, tehát fordulónként ez a 30 fős létszám volt a jellemző általában. Összesen 6 korosztályban indulnak a gyerekek, a legkisebb résztvevők azok 2 évesek, és a legidősebbek pedig 14 évesek. Az idejében különösen nagy volt a népszerűsége, hiszen minden fordulón legalább 20-25 fő indult, és ez úgy gondolom, hogy nagyon jó eredmények számít. Elsősorban a kerékpározást szeretnénk népszerűsíteni, és úgy látom, hogy ez sikerül is, és a nagyobb korcsoportokban már azért jellemző, hogy igény van a gyerekek részéről arra, hogy egy kicsit magasabb szinten kipróbálják magukat, országos versenyen induljanak, részt vesznek az edzéseken, és igyekszünk őket felkészíteni arra, hogy az országos versenyeken is megállják a helyüket. Minden egyes fordulat külön-külön díjaztunk érmekkel, illetve az összetett pontszámítás alapján a különböző korcsoportok kaptak az első helyezett kupát, illetve ajándékokat, illetve abszolút összetett pontszámítás alapján az első 3 helyezett is kapott díjazást. Ajándékutalványt adtunk a gyerekeknek, amit sport célra tudnak felhasználni. A versenyek alkalmával mindig jó hangulat uralkodott az előzőleg kijelölt pálya mentén. A hozzátartozók hangosan bíztatták a gyerekeket, ezzel is igazi versenyhangulatot teremtve a fordulók alkalmával. A 2022-es év Tamási Kupa versenysorozatának abszolút győztesét meglepetésként érte, hogy idén ő szerezte meg a legtöbb pontot. Mert nagyon szeretek biciklizni, és hát az volt a baj, hogy már régóta nem volt edzés normálisan, de megpróbáltam mindent beleadni. Az első fordulón nem vettem részt, de mind a többinél első lettem. Egészséges és nagyon szeretem ezt a sportot. A többfordulós Tamási Kupa jövő tavasztal is várja a kerékpársport iránt érdeklődőket.